Ismét beköszöntött a tél, az ország több pontját hóborítja, és ha minden igaz, akkor itt van velünk a vonalban Németh Lajos, jó reggelt! Itt vagy, Lajos, jó reggelt! Szervusztok! Krisztián, meg kéne nyugtatni! Figyelj, könyörgöm, nyugtass meg, gondolom most ott állsz a kertbe, dobálod magadra a havat, és azt mondod a környékbelieknek, nézzétek, milyen csodálatos az időjárás, hogy április 19-én is képes havat produkálni, de nyugtass meg, hogy ez csak egy filmforgatás az országban, és estére vége van. Nem, most egy picikét meg is haragszanak a kedves nézők rám, azt mondom, hogy ez ünnepnap a meteorológusoknak. Nekem mindenféleképpen, hiszen április 19-én Nagykovácsi környékén 5 cm összefüggő hótakaró van, de ha egy kicsit fejjel, ez 300-350 méter tengerszint feletti magasságra, de ömlött a hó a főváros környékén, a Duna vonalában, a Duna-Tisza közén. Igazán rendkívüli és szélsőséges az időjárás, de ha Krisztián már rákérdeztél, el kellett mondanom, hogy én mit érzek ebben a dologban. Persze van bennem nagyon nagy szomorúság is, hiszen sarkvidéki eredetű levegő árasztott el bennünket, orkánerő szél fúj a Dunántúlon, különösen a Balaton környékén, 80, sőt délutáni órákban akár 90-100 kilométeres szél is fújhat, és itt az ország középső harmadán pedig további havazás, havas eső, és a hegyekben, és most kapaszkodjatok, remélem ültök, a Kékestetőn holnapra viradóra akár 25-30 cm összefüggő hótakaró is kialakulhat. Ilyen nem minden évben... Hát nem meghallasz, mert Viktor örül, igen. Igen. Én meg nagy lelkesedéssel mondom ezt a dolgot, de ilyen nem minden évben fordul természetesen. 30-40 évente van a meteorológiai történelem könyvében egy olyan feljegyzés, hogy április közepén, április második felében a síkvidéken összefüggő hótakaró alakuljon ki, ha csak átmenetileg is, de már a viradóra ez történt. Kiskunma és a Kiskunhalas környékén, a Duna-Tisza közén voltak olyan helyek, ahol 3-5 cm-es hó volt az intenzív havazás következtében. Azt mondd, Lajos, aztán... hogy mikor van vége? Mikor van vége? Nekem végem van, hogy a következő napokban még erőteljes fagyokra lehet számítani, sajnos. Ez csütörtökre, péntekre viradóra lesz igaz. A hétvégén valamelyest enyhülünk, de olyan igazi április végére, május elejére jellemző 20 fok körüli, vagy a fölött hőmérséklet az a következő 10 napon belül nem lesz. Marad nekünk a május, amikor aztán egyre kellemesebb időben lehet részünk, de addig még meg kell úsznunk ezt a 10 napot.